Szaktalanító berendezés a Mátészalkai szennyvíztelepen. Az eszköz olyan nem mérgező kémiai anyagokat szór szét, amelyek semlegesítik a kellemetlen szagokat okozó részecskéket. Erre pedig nagy szükség van, mivel a városban az elmúlt hónapokban egyre több panasz érkezett a szennyvíztelep felől terjengő bűzre. Egyrészt van egy helyi sajátosság, tehát az a fasor, ami eddig valamilyen szinten eltérítette ezeket a szélmozgásokat, az kipusztult, ezáltal kivágásra került. A másik pedig tehát gyakorlatilag itt a vármegyébe több településen is tapasztaltuk az elmúlt 3-4 évben, hogy megváltoztak a meteorológiai körülmények. Tehát a napközben melegebb van, éjszaka hirtelen lehűl a levegő, és ilyenkor a lakott területek felé áramlanak áramlik a levegő a külső területekről, és ez természetesen akár több kilométerről is be tudja hozni a szaganyagokat. Itt évente mintegy 5000 köbméternyi szennyvíz keletkezik. A bennmaradt iszap egy részét szalmával víztelenítik a szakemberek, amely szintén erős szagot áraszt. A helyzetre az illetékes hatóság, az üzemeltető Nyírségvíz ZRT és a tulajdonos önkormányzat is megoldást keres. Erről beszélt a testületi ülésen a Nyírségvíz ZRT vezérigazgatója is. Könnyű Zsolt azt mondta, ha a város megvásárolja a szükséges eszközt, akkor ők azt beszerelik és üzemeltetik. Annyit szeretnék hozzátenni, hogy ez a berendezés, ami a szaktalanítást végzi, ez nem víziközmű, ez működtető vagyon, tehát a város ezt, ha megvásárolja, azt bármilyen körülmények között nem kell majd neki átadni sem az állam részére, sem más részére, vagyis ez a város tulajdonában marad, mi pedig ezt üzemeltetni fogjuk és a költségét viseljük. Ennek ismeretében a rövid távú eredményt jelentő eszközök beszerzése mellett egy hosszú távon is megoldást jelentő berendezés vásárlásáról döntöttek a képviselők. A fejlesztés 12 millió forintba kerül. Mi azt tudjuk tenni, hogy a hatósággal folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, és egy nagyon hosszú tájékoztatót elmondott Rozinka Zsolt főosztályvezető úr arra vonatkozóan, hogy a lakosság hogy járjon el ebben a hatóság ügyben, hogyha szeretné segíteni a hatóság munkáját. Az üzemeltető részéről a Nyírségvíz ügyvezető igazgatója Könnyű Zsolt úr számolt be az eddigi tetteikről, hogy ezt a 3 éve fellépett problémát hogyan kezelik. És ehhez tud a város önkormányzata tulajdonosként úgy hozzájárulni, hogy egy szaktalanító berendezést vásárol meg, amelyet a Nyírségvíz üzemeltet a későbbiekben. A reményeink szerint ez a várost időnként elérő szakhatást radikálisan csökkenteni fogja. A szakemberek fák telepítéséről is döntöttek. A közelben lévő területeken úgynevezett véderdőt alakítanak ki a szakhatás megszüntetése érdekében. A testületi ülésen felhívták a lakosság figyelmét arra, hogy amennyiben a szennyvíztelep felől kellemetlen szagot tapasztalnak, azt az illetékes hivatal 24 órás ügyeleti telefonszámán, vagy a zöldhatóság@szabolcs.gov.hu e-mail címen is jelezhetik.